A nagyobb beruházások a jövő év elején indulhatnak el Újfehértón, idén a pályázatok benyújtása volt a fő feladat. Kisebb léptékű munkálatokat idén is elvégeztek, pályázati forrásból készült el az 1956-os forradalmi szabadságharc hősei előtt tisztelgő emlékmű, valamint egy közösségi sportolás alkalmas terület is képült. Olyan szabadtéri kondipark, illetve futópálya, rekordtán futópályának a kialakítása, amit egyedi kormánydöntéssel valósítottunk meg, hiszen nagyon nagy számban veszik igénybe a lakosok, és itt nem csak a fiatalokról beszélünk, hanem a felnőtt korosztály is. Esténként jó időben 30-40 ember is futkározik ezen a pályán. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon régi vágya valósult meg ezzel a városban élőknek, hiszen kulturált körülmények között tudnak sportolni, tudják eltölteni a szabad idejüket. Számos pályázat még folyamatban van a településen. Ilyen a belterületi csapadékvíz elvezetését segítő beruházás. A 140 millió forintos projekt Újfehértó 5 olyan gócpontján javítaná a helyzetet, amelyek nagyobb esőzések alkalmával problémát okoznak az ott élőknek. Az általános iskola energetikai korszerűsítését is elindítják, több mint 300 millió forintot költenek az épületre. Ebből a teljes fűtés és elektromos rendszer megújul, szigetelik a tetőt, a homlokzatot és a lábazatot, valamint napelemet és napkollektort is kap az épület. Újfehérton jövőre testvértelepülési programokat is szerveznek, szintén pályázati forrásból, valamint a helyi tömegközlekedés fejlesztésére is nyertek pénzt, de szeretnének fedett piacot és kerékpárutat építeni, valamint egy hűtőházat is kialakítanának. Utóbbi azért fontos, mert Újfehértó a megye második legnagyobb mezőgazdasági területével rendelkezik, és több mint 1300 őstermelő van a városban. A hűtőház azoknak jelentene segítséget, akik viszonylag kisebb területen gazdálkodnak, és kevésbé tőkerősek egy ilyen beruházás megvalósításához. A terv az, hogy ők egy-egy hűtőkamrát bérelhetnének az önkormányzattól, így a termés nem közvetlenül a földről vagy a fa alól kell eladni.